Szeretettel köszöntök mindenkit, szerúsztok! Nagy örömmel hallgattam Marti Darma közszolgálati bevezetőjét, és gyakorlatilag mindent elmondott, amit egy elvonulásról tudni kell. Hogy ha azt gondolod, hogy értelmes, nagyon nagy hiba. Ha azt gondolod, hogy értelmetlen, az is nagy hiba, ezentúl azt sem, amit akarsz nyugodtan gyerek kóan interjú, de nehogy azt hitt, hogy látod, hogy ez miért jó neked. Aztán egyszer csak kiderül. Ha kiderül. No most, kinek van kérdése bármivel kapcsolatban, ami zen elvonulás, zen gyakorlat, a zen zeneisége, vagy hasonló? A forma üresség, az üresség forma, ez mit jelent? Attól függ, hol olvastad. Azt hiszem, hogy talán a szívszutrában. Akkor jó helyről jön. Olvasd tovább, és három év kb. amíg úgy gyakorlattal együtt megérted. Köszönöm. Ennyire könnyen lehet téged így... Na ne! Mondhattad volna azt, hogy szalad a kutya a csont után. Az nagyon jó lett volna. Mit látsz most? Egy mestert. Nagyon nagy hiba. Miért? Mert nem azt látod, azt gondolod. Gondolatnak is szörnyű, de egyébként nem ezt látod. Szint, formát, tárgyat, lényt látsz, de nem rangot vagy ilyesféle dolgot. Összekevered a gondolkodást a látással. Na most ezért kell egy kicsit kiüríteni a tudatot, hogy amikor látsz, akkor csak azt lásd, ami van. Amikor gondolkodsz, akkor lásd, hogy mi az, amit gondolsz, és mi az, amit érzékelsz. És ezt folyamatosan több ezer éve összekeverjük. Akkor csak színeket és formát látok? Formát egyebet? Mert ezen az elvonuláson olyat eszel, olyat iszol, úgy gyakorolsz, hogy ne lássa egyebet, csak ami a szemen keresztül jön. Így Köszönöm. is van bőven elég zaj. De arról szól ez a 8 50 perc, vagy néha több, hogy ezt a zajt te szépen engedd el, és engedd ki. Hadd menjen vissza abba az ürességbe, ahonnan az jött. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Nekem az lenne a kérdésem, hogy a legalsó csakra, tehát a kreatív szaporodó csakra, amikor túlműködik, van-e valami mantra, vagy valami gyakorlat, vagy, vagy, bármi, amivel... Gyógyszertár. Nagyon sokféleképpen lehet ez az elképesztő kreatív vagy prokreatív energiát transformálni. Én azt mondom, hogy egy megfelelő társkapcsolat a legjobb keret, ahol ezt be lehet állítani középre, hogy nem túl sok, nem túl kevés. És egyébként meg azt hiszem, hogy az emberiség összes egyéb kísérlete, hogy ezt az energiát, hogy lefékezze, megváltoztassa, vagy hasonló, ez eddig csődött mondott. Megpróbálhattuk sublimálni a tantrától Freudig, megpróbálhattuk visszalassítani, taoizmus, egyebek. De valójában a szó átvitt és nagyon konkrét értelmében is tedd a megfelelő helyre. És hogyha sajnos társ kapcsolatban sem a megfelelő helyre teszi az ember, és utána később ö, saját magának okoz ö, fizikai problémákat ezzel, akkor. Akkor tanulni kell, hogy hova való és tanulni még. Pontosan többet. persze. Ki kihez való és mi hova való, és akkor az ő rendben lesz. Köszönöm szépen. szépen. Miben látja például Csongán Sunima fontosságát annak, hogy a harára, a tantinra fókuszáljunk, és nem pedig a szív központra? Nagyon jó kérdés. Hát a zen eredetileg nem fókuszál sehova, mert az a tiszta térszerű, tükörszerű tudat, amely igaz természetünk, az eredetileg sehol sincs, és mégis mindenhol van. Ezzel a paradoxonnal tessék birkózni egy kicsikét. Viszont, mivel emberi testben vagyunk, emberi lélekkel bírunk, ezért vannak olyan segédpontok, például a Tantien, ahol ezt a tiszta, tükörszerű tudatot könnyebben tapasztaljuk. Tehát, hogyha a Tantienre, azaz a Harára fókuszálunk, akkor energetikailag egy olyan állapotba kerülünk, amely még differenciálódás vagy kialakulás előtti. Így a tudatunk is egy differenciálódás előtti állapotba kerül. Tehát itt már érzelmek vannak, sőt, ezek a forró, kifejtett, jól érzett érzelmek. Picit lejjebb mész, napfonat, tauistáknál a középső égető, Hát ott azért rengeteg elfolytás van. Az összes ilyen tudatküszöb alá szorított érzelem, amik ilyen gombos szúrásszerűen ott érvényesülnek a pszichofizikumodban. Na az ott van. Néha egyszer olyan, mint hogy egy tízezer, ilyen kis párdá vagy pák, így bele. Akkor féltél, az biztos. Egy pillanatra megcsapott. Tehát ami a tantiemből fölfelé mozdul, az mentális differenciálódáson Megy keresztül, és itt a szívcsakra, itt a torok, ahol a beszéd kialakul a csendből. Ugye, ha nem vagyunk csendben, akkor a beszéd elkezdi az entrópiába beküldeni a tudatodat. Itt pedig a kognitív gondolkodás, amit ugye a fáról szedtünk abban a kertben, mert volt egy segédeszköz, ez a kígyó hozzá. Tehát, ha már kinyílt ez a homlokcsakra, akkor használjuk rendesen nagyon sokféle műveletet lehet végezni a felső csakrák tartalmával. Megtanulhatsz például helyesen beszélni. Az érzelmek ennél sokkal bonyolultabbak. Tehát a fogalmi háló az annyira ritka, mint hogy egy halász hálója belemerül a tengerbe, és a tengert soha nem fogja kifogni, esetleg halat, mert már az is alig van a tengerekben. Ha itt az érzelmek között rendet akarsz csinálni, akkor elképesztő metarendszer kell, egy teljes érzelmi intelligencia bázis, hogy megmondja, hogy mely érzelmek korrektek vagy nem korrektek. És hogy hallottad a bevezetőben, azért az élet rengeteg spontaneitással áld meg minket, sőt, ha jobban megnézed, a rendszerek nem tudják lefedni az élet működését, bizonyos aspektusokra magyarázatot adnak, aztán lássál te tisztán, érezd tisztán, ebben a pillanatban, az kész. Tehát azért nem fókuszál a zen a felső csakrákra, mert az érzelmeket érzelmekkel hosszú távon kordában tartani nem lehet. A beszéd problémáját beszéddel megoldani nem lehet. A gondolkodás problémáját újabb gondolatrétegek gyártásával megoldani nem lehet. Vissza kell lépni ezek kialakulása elé, és úgy az egyévállás tapasztalatával, az énség vagy az én kép eltűnésével, egy olyasféle alapállapotot vagy egységállapotot tudunk tapasztalni, amikor is a tudatunk olyan tiszta, mint a tér, olyan, mint a tükör. Na ezért fókuszálunk a tantiára, mert ha már tested van, használd rendesen. És csak azért, hogy a differenciálódás képe kicsit teljesebb legyen, ha a tantientől ugye lejjebb megy az a csí, na akkor van nemzetszaporítás és egyéb fizikai differenciálódás. Ezzel, ahogy mondtam, vigyázzunk. Miért? nem tudod visszafordítani. És nem arról beszélek, amikor mesterséges vagy természetes úton, de ugye visszafordul a születés folyamata, vagy megszakad. Nem. Az a születés, hogyha elindult, az megy. A maga útján, és a kecsi csak a bébi, és azért az életért felelős vagy. Úgyhogy ezért vigyázzunk a fizikai és mentális differenciálódással, ha pedig szeretnénk valami kapcsolót, hogy hogyan lehet ezt az egész folyamatot megállítani, vagy esetleg vezérelni megfelelő irányban, akkor a tantén egy nagyon jó alappont. Érzek én egy nagy ugrást. Onnantól kezdve, hogy az ego tudattalanul reagál, és ugye a fájdalomtest aktiválódik, versus a tiszta, tükörszerű tudat. Tehát, hogy érzek én ebben egy, egy nagyon nagy utat, és ugye pszichológusok azt mondják, hogy ha ilyen nagy léptékben változik mondjuk a személyiség, akkor ott, ott keletkezhetnek bajok. Tehát, hogy lépésről lépésre haladva tud a személyiség fejlődni. És itt én úgy érzem, hogy van egy, van egy elég nagy út. Tehát, hogy, hogy hogy lehet ezt az utat egészségesen tenni, lerövidíteni, áthidalni. Tehát van -e egy ilyen fejes ugrás, mint mondjuk ez, egy ilyen el, ez az elvonulás. Nem lehet lerövidíteni nem lehet a veszélyektől mentesíteni, az irányt kijelöljük, és aki akar, az megy, és a saját sebességével, a saját realizációs sebességével halad. Miért? Ne becsüljük azért az önvédelem képességét alá. Tehát persze, hogy nagy ugrás, de azért fantasztikusan jól tudjuk védeni a kialakult szokásainkat, a kialakult önképünket. Tehát az, hogy van heti három koan interjú, és nem naponta öt, van ilyen műfa is, azért az egy kicsi időt ad arra, hogy megemészd a karmádat és felkészülj a következőre. És a változás szerintem még így sem olyan borzasztóan gyors. Tehát nem kapok éjszakánként ilyen izzadt telefonokat, hogy szúnyim, szúnyim, nem ismerek magamra, mert csináltam a mantrámat, és utána belenéztem a tükörbe, és az arcom helyett valami buthát láttam, vagy pótiszatvát, és most nem tudok mit kezdeni ezzel az önképpel. Másik telefon. Nyolcadik emeletről leesett az önképem oda az utcára cserepestül, és most nem tudom összeszedni magamat, és nem tudom a következő napra fölkészíteni a kis lelkemet. Ilyen sincs. Tehát mindenki normálisan jön, és normálisan megy. Csak az egyik és a másik tudat között azért van különbség, és ez a különbség az, ez a letisztulás az, amit keresünk. Persze, hogy nagy az ugrás, de ha nem lenne, akkor mitől lenne ennek az egésznek nem értelme, haszna. Nagyon érdekes. A kettő nem ugyanaz. Úgyhogy kijelöljük az irányt, ahogy a Buddha is mondta, ott a túlsó part. A szenvedéstől mentes partja az élet folyójának. És mindenki a saját hátizsákjában viszi a karmájának a köveit. És senki nem mondja, hogy többet dobjál bele a folyóba, mint amennyit akarsz. Tehát le akarsz adni magadból egy rakástéves nézetet, kapzsiságot és haragot? Lehet. Dobjál bele a folyóba, nyugodtan annyit. Lépjél rá. Haladj. De senki nem mondja, hogy belátásod mértékén felül változz. Ha jól értem, akkor ez egy ilyen, ez az elvonulás, ez egy nagy kő. Tehát... Nem, a karmád egy nagy kő, az elvonulás a lapát azzal hajtott bele a múlandóság folyójába, csak vigye a víz. A karma pontosan mit jelent? Ez a szó olyan sokat használjuk, és nem teljesen vagyok tisztában, hogy. Hát attól függ, hogy mit a karma. Olyan lesz a karma. Hát nekem valami ilyen él a fejembe, akkor elmondom, hogy okokozat, meg sors, de igazából nem tudom pontosan, hogy értelmezni. Azért maradjunk meg a nem tudomnál, mert akkor megszabadulsz a karmától. Az jó. Oké. Okay. Köszönöm. Szívesen. Lehet-e érdemesebb valamilyen fókuszt adni az elvonulásnak? Tehát valami témát, amivel szeretnék foglalkozni, vagy csak jövök és tantémre fókuszálok, és meg valami lesz. Tehát itt a tudatosság óraüvegére gondolsz, amelynek a gyújtópontjába behelyezem életem fontos megoldandó témáját? Arra igen. Na ezt ne csináld. <laughs> Jó. Maradj meg a fotonok természetes esőjében ahogy az éri az eget és a földet, és maradj meg abban a tiszta tudatosságban, amely tényleg végtelen tér és végtelen idő, de itt és most érvényesül. És ebben minden olyan házi feladat megmutatkozik, amelyel valójában foglalkoznod kell. Semmi baj a fókusszal, mert vannak ezek a vezetett meditációk, meg témaorientált lelki gyakorlatok, tehát ezeket mi is tudnánk, megvan a szókincs hozzá, látod? De nem csináljuk. Miért? Mert akkor értelmed összeránt valamit, amivel te szeretnél foglalkozni, és lehet, hogy pont nem azzal kéne. Említettem az önvédelmi mechanizmusokat ugye korábban, az az értelemre is érvényes. Tehát valami olyat fogalmazol meg, amelyről már tudod, hogy jól fogod érezni magad tőle. Na most a zen nem közérzetjavító javító meditáció tisztító meditáció, és enged meg, hogy a tudattalanod majd közölje veled, hogy most éppen mit kell elengedned. Megvan az a fókusz már rég. Úgy hívják ragaszkodás, hamis azonosulás, illúziókeltés. Ezek voltak a korábbi fókuszok. Ezeket kell elengedni. Ezeket kell visszalazítani a nyugalom tengerébe. Köszönöm szépen. <síves> Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy a zenben van egy nagyon nagy diszonancia számomra, mert van egy nagy eszköztelenség és spontaneitás, ugyanakkor meg egy nagyon erős rend és ugye egy ilyen konfuciánus, hierarchikus és bürokratikus rendszer. Van egy, egy nagyon szabad, eszköztelen és spontán oldala az egésznek, és ez ugyanúgy a, a mondjuk a szellemi rangokban is érdekelne, hogy mondjuk az, hogy te nem szereted magad mesternek szólítani, de mégis van valami papír, ami a bürokrácián belül téged feljogosít bizonyos szinten, bizonyos dolgokra, hogy ez hogy van. Szóval a szellemi rangok versus a hivatali rangok, alapvetően ez a kérdésem a zenem belül. Köszönöm szépen. Óriási a mékas nyitották ki amit most feszegetsz, azt kurrel, így egy ipan és szápán. És a szápán az a külsődleges, tehát az apáti foglalkozás, mondjuk, amit tényleg a templom menedzsmentjével foglalkozik. Ez kurrel, juji. -Gi. És a joshil az lenne a szellemi vezető, az az ipan, az a belső dolog. Nagyon ritka az, hogy hosszú távon egy szerzetes mind a kettőt csinálja. Így a hagyomány szatellit övezetében, ugye, ahol kevés a templom, kevés a szerzetes, és elég nagy az igény a tanításra, ezért mind a kettőt kell csinálni. Az, hogy téged a rendszer bizonyos szintre emel, amelynek van egy bürokratikus vetülete is, de szellemi aranyfedezet nélkül ez nem történik meg. Onnantól kezdve a te dolgod, hogy ebből mennyire csinálsz önképet. És minél kevésbé csinálsz önképet, és minél inkább a felelősségét és szabadságát használod ki ennek a rangnak más lények érdekében, azt hiszem, hogy ez valahol helyes irányba mutat. Mert általában az ellenkezője szokott történni. Tehát, hogy szólítatják magukat, meg egyebek, és látszatok, és stb. És az elején, még hogyha volt is tartalom mögötte, előbb-utóbb az externalizálódik, és marad külsőség. És akkor akik a külsőségekre buknak, azok lesznek ott. Akik pedig elviselik azt, hogy igen, van egy bizonyos szellemi minőség, egy bizonyos mechanizmus, elvonulások, interjúk darna beszédek, de ehhez olyan túl sok külső látszat, meg címkézés, meg egyebek nem járul, akkor meg azok lesznek itt. Ez szerencsére a saját előjogaim közé tartozik, hogy mennyi ilyen protokolt, vagy egyebet csinálunk belőle. Én azt hiszem, hogy pont elég protokoll van. Tehát maga a megnevezés nélküli mechanizmus az pontosan kifejezi, hogy itt ki az alfa, és ennyi kifejezés bőven hát Én megyek ki először ebből a teremből. Nekem, nekünk vagy nekem szolgálják fel először a, az ételt, vagy hasonló. Tehát annyi prioritás van ebben, hogy erre még verbalitást ráakasztani bőven sok. Tehát aki vezető pozícióra áhítozik, az nagyon kösse fel az alsó neműt, mert a saját ambíciója fogja oldalba szúrni. És hogyha valakinek adják ezt, akkor pedig nagyon hozzá a feladathoz. Nagyon fel hozzá. Nézd meg azt, hogy a gesztusrendszerben, a formában kimondatlanul ez épp égében van, és aki pedig a tartalmat nem látja itt, emögött, az nyugodtan keressen más helyet, és ott találja meg azt, amit keres. Áthoztunk annyit a keleti hierarchiából, amennyi szerintem itt meghonosítható, sőt meghonosítandó ahhoz, hogy az emberek belül világos iránymutatást lássanak. Bizonyos mennyiségű tisztelet nélkül a tanítás nem megy át. Ez biztos. Nagyon kényes egyensúly van itt az együttműködés és az önállóság között. A tisztelet és a megalázkodás között, mert a tiszteletre szükség van, a megalázkodása nincs. Úgyhogy ha ezt a középutat így megtartjuk, akkor szerintem a hierarchia is helyesen működik, de van egyfajta vertikalitása, ami az életben kikerülhetetlen, nézd meg. A tapasztaltság, az idő, a felelősség, az egyéb már elmondott minőségek erővonalai mentén. És van egyfajta horizontalitás, amikor bárkivel leülsz teázni, és bárkivel beszélgetsz, és bárkit úgy veszel tudomásul, ahogy van. Tehát mind a horizontális, mind a vertikális nézetre vagy működésmódra szükség van, és az adott helyzet és pillanat dönti el, hogy éppen melyiket érvényesítem szándékosan egyes szemes személy. Tehát mire van épp akkor szükség? Egyenlítsem ki, üljünk le, beszélgessünk, vagy pedig elképesztő gyorsasággal fölülről meg kell mondanom, hogy ez most helyes vagy helytelen kész. És akkor azt érzem, hogy egy egészséges közösségtudat tud kialakulni senki nem gondolhatja azt, hogy az összes kis illúzió tripjét itt megengedjük, ilyen nincs, de olyan sincs, hogy a teljes robotizálás és alávetettség tudatában itt mászkál 24 órán keresztül, mert valaki arra programozta. Ilyen sincs. Mindenki végzi a dolgát. Ennyi. Jártam spirituális választerápiára, és ott többek között történtek ilyen, ilyen karmaoldások is. És azt szeretném kérdezni, hogy létezik-e ilyen, lehet-e karmát oldani, és ha igen, akkor ez ártalmas-e? Lehet karmát oldani, és mindaddig, amíg ez külső segítséggel történik, ez nem csak az esvétében van, ez nagyon sok más helyen is van, addig el lehet érni egy csomó mindent, csak azt, hogy te saját magad, az azonosulás gyökerét kived, azt nem. Gyönyörűen lehet tisztítani karmát, és el lehet vinni mi 99%-ig is. Ez egy nagyon jó arány. Az utolsó 1% az a hit, amivel te még mindig azonosulsz azon karma gyökerével, és abból újra ki fog sarjadni, ha te azt nem szeded ki. Ahhoz viszont a külső segítség már nem elegendő, mert pontosan az externalizálás miatt nincs meg az, hogy te belül ezt önállóan elintézted de nagyon kell a külső segítség, mert amikor az ember legyengül, dezorientálódik, akkor elképesztően nehéz önállóan dolgozni. És akkor a külső segítségre szükség van. Külső tanítóra, terapeutára esetleg szükség van. De hogyha az iskola tényleg a megszabadulást teszi előtérbe, és nem csak a tüneti kezelést, akkor megtanít a karmatisztítás során egy olyasféle önállóságra, hogy te hogyan teljesítsd be ezt a tisztító műveletet, és hogyan ne termeld újra ezt a karmát. És ez már kőkemény öntudat képzés, hogy mi vagy, mivel azonosulsz belül, mi az, amit le tudsz dobni magadról, és mi az, amit magaddal viszel tovább. Mi az, amit kioldasz? Mi az, amit megkötsz? És az oldás és kötés, az azonosulás és leválasztódás, a teremtés és lebontás, ez pusztán külsődlegesen nem gyakorolható, mert ez a tudatnak a saját önállóságához tartozik. És ezért van szükség egy olyasféle útra, amely internalizál, tehát először kényszerűen kivetíted a környezetre azt, hogy kell egy tanító, kell egy tanítás, kell egy tanítványi közösség. Ez mind fontos. Ez az út elején, közepén, végén fontos, de eltérő mértékben, eltérő helyzetben, eltérő szemlélettel. És hogyha az út tényleg a megszabadulás felé visz, akkor szükségszerűen önállósít, internalizálja a feladatot. És onnantól kezdve megtanít arra, hogy te hogyan végezheted ezt el saját magad, sőt, hogyan ne újra a karmádat. Tehát nyugaton fantasztikusan jól artikuláljuk a karmát, elképesztően jól tudunk diagnosztizálni, fogalmazni, lelki és testi okozatokat fölállítani. Igen, ám. De látjuk a tudatteremtő és lebontó mozdulatát? Megtanítjuk az embereket a szellemi önállóságra? Megtanítjuk arra, hogy ezt a fajta autonómiát hogyan használja föl? Magyarul hogyan érje el a felébredést? Mert ez már erről szól. Na ez az, ami a nyugati paradigmából egész a közelmúltig hiányzott. Keletten nem nagyon foglalkoznak a karmád megszámlálásával, kategorizálásával, rendszerbeállításával. Tedd félre, osz, kész jött és ment, akkor nem az, amit keresünk viszontlátás. Igen, nem csak, hogy egy bonyolult személyiség problémát így nem tudsz rögtön elintézni, mert állandóan visszatér, meg lidérces álmaid vannak, mert mindig ugyanolyan emberekkel találkozol. Hát akkor valamiféle magyarázat vagy kivezető út kell. És ebben a nyugat nagyon jó. Úgyhogy használd föl azt, amit külsődleges segítségként fel kell, aztán találd meg azt az utat, amely ezt a szellemi önállóságot, tudati tisztaságot, és így az autonómiádat megtanítja neked, és elérheti veled. Tehát amikor Kohan interjúra jössz, akkor csak azt mondja, hogy Úristen, megint nem fogom tudni, és még ezt a gondolatot is félre kéne tennem, és egyébként is az egyiket szeretem, a másikat nem szeretem, de mire kettők opasz. Tehát ez egy... <síl> így. Tudom én. <man>. Na szóval. <síl> így remeg a... Ja, Istenem, melyik van benne? <síl> <síl> Tehát az utolsó lépés mindig az, hogy elvágják a köldögzsinort, és nem hagynak már függeni az eszközrendszertől, a tanító személyétől, a tanítás gondolat vagy érzelem világától. És ez a helyes, és ez azért kemény tud lenni. És a zen, amennyire eszköztelen, ezt nagyon hamar elvágja. Tehát nagyon hamar magadra vagy utalva. Itt nyugaton megtanultuk, hogy ezt nem lehet túl gyorsan, de tényleg nem túl gyors. Sokkal inkább törődünk a tanítványokkal, mint odakint. Megtanítjuk a módszert. Elmondjuk az egészet, hogy hogyan kell csinálni. Keleten. Keleten bedobtak a meditálók közé, azt majd megtanulod. Annyi. El is veszítettek egy csomó lehetséges tanítványt. Hát ezért fontos, hogy így menjünk az úton, ha kell külső segítség használt fel, de ha nem vezet el az adott út eddig a belső tapasztalásig, a letisztulásig, az autonómiáig, a felébredésig, akkor ott valami hiányzik, illetve valami feleslegesen ott maradt. Oké. Okay. Azt szeretném kérdezni, hogy a félelemmel teli gondolatok, az intuív gondolatokat kitörülhetik-e egy, egy adott helyzetben? Sokszor éreztem azt, amikor egy gondolat megjelent, és így nem volt kérdés, hogy az tiszta volt. Viszont gyakran van az is, hogy hogy tovább viszem, tudom, tudom boncolgatni, hogy ez biztos azért van? Vagy egy előző sérelem miatt van, vagy ilyesmi? Figyeled, hogy az aggodalom hogy működik? <laughs> működik nagyon. Van egy ilyen régi koreai mondás, a háziasszony a konyha és az étkező között legalább ötször átgondolja, hogy helyesen főzötte és ízletes lette. Ha ilyesféle aggodalmak vannak, de azt jelenti, hogy az intellektus és a szív is egy kicsikét bezáródott önmagába, és a saját köreit futja. És azt már látod, hogy nagy részt feleslegesen. Na, ilyenkor kell a természetbe kijönni, és megkérdezni a fát, a góc, hogy esetleg nem nősz elég gyorsan? Vagy a tavalyi évgyűrűid vékonyabbak voltak, mint az ideiek? A természet teljesen spontán, és... Teljesen a természet törvényei szerint működik. Figyelted, hogy nem tud a természet természetellenes lenni. Az állat csak állati módon tud viselkedni. A növény csak növényi módon tud viselkedni. Az ember az egy érdekes állatfaj, mert az ember tud embertelen lenni. Tehát tudunk olyan utakra tévedni, értelmileg és érzelmileg, amelyekre ránézel, és azt mondja, hogy ez nem csak, hogy nem méltó hozzám, hozzánk, vagy máshoz, ez embertelen, ez borzasztó. Úgyhogy ez a kicsit felturbózott érvényesülése az értelem és az érzelem tévútjainak. Amikor csak aggódsz, akkor házsd az aggódás rétegeit, és visszajössz valami egyszerűhöz tisztához. Nagyon szeretném, hogyha megbarátkoznál a tökéletlenséggel és hogyha meglátod, hogy optimálisan lehet, de tökéletesen nem lehet, akkor hirtelen minden egy kicsikét emberszabásúbbá válik, és megoldhatóbbá válnak a problémák, javíthatóbbá az emberi kapcsolatok, és nem fogunk remegni attól, hogy a világ nem olyan, mint ami ennek mi szeretnénk. Mert tényleg nem olyan, tehát nem érdemes remegni tőle. De te magadon változtathatsz magadat hozhatod egy erősebb, tisztább állapotba. Ne kételkedj, lásd a különbségeket. A kettő teljesen más. Nekem nagyon beütött az a mondat, hogy, hogy abban mérem a siker mértékét, amennyire lemondtam róla. Szóval ez mindenképpen megvan. Mégis, ha krízis van, akkor ugye az ember változtat. Ha elmúlik a krízis, akkor a motivációja is csökken. Tehát, hogy mit tudna mondani egy magamfajta gyakorlónak, akinek ugye, hát azért elég sokat kell ebbe beletenni, hogy egy pici fény gyújjon az alagút végén, hogy hogy ne veszíts el az utat akkor sem, hogyha nincsen krízis. Újabb krízis kell. Tehát, ha csak a válsághelyzetre hallgatunk, akkor az ingerküszöb még elég magasan van. És van olyan krízis, amit megoldunk, de van, amit nem, és onnan tudod, hogy nem oldottad meg, hogy újra előfordul. Tehát tesz egy kört, és más alakban, de hasonló mészerkezettel újra előfordul. És akkor, ha ez már többször így megesett, akkor rájössz, hogy szereted a válságot. Tehát a válságnak van olyan hormon tartalma, amilyen a mindennap életnek soha. Tehát az extrém sportoktól kezdve külön erre kiszabott érzelmi válságig és kapcsolati problémákig, tudatalanul legyártjuk azokat a helyzeteket, ahol az élet intenzitását, a magunk fontosságát, az élet és halál közelségét, azt tapasztalhatjuk. Tehát emögött egy olyan Prométeuszi lét van, és olyan ember, aki soha, de soha nem fog megelégedni azzal, amit van és valahol mindig föllázad, és mi a legjobb formája ennek? Teremtünk egy teljesen válságos helyzetet, egy újabb krízist, amiben a változás kényszer. Igen, ám csak nehogy már olyat kapjunk, amitől megnyugszunk. Hát akkor termeljük már újra azt a válságot, egy még élvezetesebb formában. És akkor egy kicsikét jobban megismerjük önmagunkat. Ha ez a kényszer elmúlik, hogy tényleg nem akarod újra termelni ezt a válságot, akkor az önzésnek egy bizonyos foka megszűnt, és akkor már a másik ember fontosabb. A másik ember felébredése, élete, jóléte, boldogsága, és valójában a megalapozott felnőtt szeretet az így születik. Hogy már nem én vagyok a legfontosabb, egy másik ember már fontosabb nálam. Ezt a hétköznapokban a gyermekáldással szokták a szülők átélni. Ez teljesen lebontja és újra rakja az életet. Másképp is lehet, de ez az a kikerülhetetlenség, ez az a hétköznapi válság, ugye, amit mindenki átél, aki gyermeket vállal. Az éjszakai műszaktól kezdve teljesen megváltozott nappal életrendig. Úgyhogy az a kérdés, hogy milyen válságokat vállalsz be, mert a születés és a halál az ennek a földi létnek a szükségszerű velejárója. A betegség is, az öregség is. Ez az a négy nagy válság típus, amit nem szeretünk, de mégis bevállaljuk a születéssel. És egy válság mindenképp van. De ezek mentén, hogyha az egy párkapcsolatban az egyik fél zen gyakorló, akkor az a párkapcsolat sikerre van ítélve? Nem. Nem, 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 nem az azt jelenti, hogy nagyon komoly kérdéseket kell záros határidőn belül megválaszolni. Ez a meditálunk, tehát vagyunk, ez egy, ez egy, másik műfaj. Hát nagyon sok olyan tanítványom van, ahol beállt ez a szellemi aszimetria a kapcsolatban, hogy az egyik zen gyakorló, a másik pedig nem, és akkor az volt a kérdés, hogy győzzem meg a páromat, hogy ő is legyen, az mondom, az ékszerelmére nehogy akkor állandóan az én gyakorlaton fogtok vitatkozni, meg hogy te így ülsz, én meg úgy, és te úgy, hogy meditálsz meg, neked mi volt a kohanod, meg ilyenek. Amiről egyébként se szoktunk beszélni. Nem. Ha a másiknak is van spirituális érdeklődése, és önállóan mondjuk az ent választja, akkor legyen, de ne győzködjük a másikat. Ha pedig nem vállal be semmit, de mégis úgy jó, ahogy van, és szépen fejlődünk a mindennapok evolúciójával, akkor hagyjuk már békén a párunkat, és ne akarjuk kisajtolni belőle a nem létező spirituális érdeklődést. Nagyon fontos. Én inkább arra gondolok, hogy akkor hetedszerre is én viszem le a szemetet? Nem, az nem zenfüggő. Akkor, gy akkor gyenge voltál. Ez ennyi. Ne, ne a zentokold okold a saját hülyeségedért, tehát ez Egyéb kérdés? Kérdésem kicsit kapcsolódik az előző kérdéshez. Amikor mondjuk végig tolok egy surangamu mantrát, meg egy ezer és kész sokszor azt veszem észre, hogy sokkal impulzívabb leszek, türelmetlenebb úgymond. Tipikusan, hogyha utána buszra szállok, és előttem egy öregasszony leszáll a buszra, és elkezd gondolkozni az első lépés után, hogy merre menj, és nekem le kéne szállni, az akkor, akkor, érzem, hogy így, 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 felrúgnám. Persze hogy nem rugom fel. Akkor jól mantrásztál, hogyha nem rúgod fel. Na, ám, a kérde... kérdés, hogy ez, ez jó vagy nem jó. Szóval, hogy Ilyenkor az jut eszembe, hogy no, most nem úgy pont, hogy nem kéne most ennyire felidegesítsen egy ilyen kis fiesség, hogyha, hogyha többet gyakorolok, mint hogy nem. Vagy tán rosszul gyakoroltam, és pont az énségemet fugázgattam ki, és azért lett ez. Most vagy... pont ez az a gondolkodás, amely leválaszt a pillanatról, és, és ha túl sokat ellenőrzöd a praxisodat, akkor előbb-utóbb pofán fogod vágni. Tehát vigyázzunk. Amikor mantrát gyakorlunk, az biztos, hogy a test és tudat energiája megemelkedik. Hát erről szó. Megemelkedett energiaszint, megemelkedett tudatosság szint, és ezzel tudod kisöpörni azt a karmát, ami az addig nem volt erőd, nem volt rálátásod, és a többi. De, mint minden érző lény esetében, ugye, a karma és a darma keveredik, és a tűz és a türelmetlenség az néha nagyon-nagyon együtt tud járni, ezt a gyakorlat láthatja, néha még fel is turbozza, de a belőle jövő energiát szépen az éberség töretlen tükrében és csillámló tavában, ugye, megpillantjuk. És akkor át tudod transformálni. Tehát, hogy azért sem engeded azt az impulzust kifelé, mert euh, akkor tényleg nem a bót hiszhatva úton haladnánk ám. Köszönöm. Szíves. Az egyik előző válaszod <coughs> megfenített bennem valamit, és itt a, a, nem tudó tudatba való visszatérés kapcsán volna egy kérdésem, hogy ö, azt mondtad, hogy ez megszünteti a különbséget ö, az elme és elme között, vagy ember és ember között, hanem, vagyis hát, hogy megszűnik a különbség. Azonosság is, azonosság ne feled, is. pontosan. Nagyszerű. Ez még bonyolultabbá teszi a kérdést hogy lehet -e ezt napi szintű gyakorlatként működtetni, tehát hogy mondjuk egy konfliktus helyzetben megpróbálom ezt a nem tudott előidézni bármilyen módon magamban, és akkor ez meg segít a konfliktus feloldásában, vagy csak ott fogok állni némán? Visszatérhetsz a nem tudóhoz, előidézni nem tudod, mert ez már egy teremtett dolog lenne, és segíthet, hogyha ennek következtében te tisztában látod az ok és okozat működését, magyarul a helyzet felismerésed, kapcsolatmenedzsmented, és a működésed javul, akkor persze. De a nem tudható tapasztalata, vagy a nem tudó tudat elérése, az tényleg csak az alap. És ehhez még lehet, hogy tanulni kell bizonyos technikákat, módszereket, hogy utána ez a tisztaság, jó rálátás, helyes felfogás megfelelő eredményeket is szüljön. Jó? Világos, köszönöm szépen. Szívesen. Koreában a zen szerzetesek böjtölnek? Böjtölt? Igen, van aki. És ez egy ilyen böjt, az, hogy körülbelül mennyi ideig tart, hogy hogy szokták csinálni, és hogy, hogy miért, vagy hogy mi a jelentőség. Szeretnél böjtölni? Hát nem tudom, engem azért érdekel a téma, mert hogy minden nagy tanító, Jézus, Putha, olvastam, hogy böjtöltek, meg, meg hogy valahogy... Hogy... Egy ideig, aztán meg nem. Hát aztán nem, igen, csak Most hogy... Sem. Csak hogy érdekelt, hogy miért csinálták ezt? Hogy... Azért, mert hogyha az érzékszervekhez kötött létet meg akarod haladni, akkor előbb-utóbb ki kell pakolni azokat a karmákat, amelyeket mondjuk etetünk. És meg kell látni, hogy mi az, ami eszik benned. Meg kell látni azt a mechanizmust, amit hogyha mondjuk lecsökkentesz, vagy legyengítesz, akkor a meghaladás elérése könnyebb. De a bőtel együtt jár az, hogy a tudat instabilabbá válik például irritálhatóbbá válik, türelmetlenebbé válik. Tehát ez elég komoly előképzés kell, hogy egy bőjtel folytatott gyakorlat megfelelő eredményeket hozzon, és ne csak káoszt, amit nehezebben küzdesz le, mert a test gyengébb. A bőjtnek tényleg hatalmas szerepe van, hogy az érzékszervekhez való ragaszkodás, a tudatfolyamatokhoz való ragaszkodás az lejjebb menjen, vagy esetleg meg is szűnjön. De önmagában nem megoldás semmire a test éheztetése, a tudatot kell bőjtöltetni, a saját önképének az újra elfogyasztásától. Hogy ne hidd el azt már megint, amit gondolsz magadról, hogy te ez vagy, vagy az vagy. Tehát a tudat bőtje, az tényleg a paradoxonok gyakorlata, amikor semmiféle struktúrális magyarázata és egyébben te nem szórakoztatod magadat, hogy már pedig most ez az igazság, amit én most elgondoltam. Tehát bőtölt ki azt, hogy ugye a saját téves nézeteid végén azért tényleg ott van a tiszta gondolkodás előtti tudat. Ezt ki kell tudni Köszönöm szépen. szépen. Számomra már ez is egy koanként jelent meg akár csak a mai darma beszéd során, hogy egyrésztről, ha jól folytatom a gyakorlatot, az kipörgethet olyan karmát, amitől átmenetileg kicsit keményebb kihívásoknak nézek elébe. Másfelől viszont elhangzott az is, hogy ha ezt meg azt meg amaszt okoz, akár ilyen negatívnak tapasztalható tüneteket, na az biztos nem a megszabadító út. Mit tudna erről mondani? Hát nem sokat. Én azt javaslom, hogy folytasd a gyakorlatot ugyanazzal az elhatározással, ahogy beköltöztél a templomba, és szépen fokozatosan a mindennapok feladatai és belátásai, hogy megtanítják, hogy ezen gondolatok közül melyek voltak helyesek. Jó? Azt szeretném kérdezni, hogyha valaki a természeténél fogva egy ö, kicsit más ö, bioritmusban él, ezt úgy értem, hogy későn kell korán, és éjszaka is ébren van, ö, a meditáció ugye korán, érdemes kezdeni, úgy korai órában. Mi a korán? Az éjfél is korán van. Ugye? Tehát, hogyha én éjjel ébren vagyok. Akkor kell meditálni. Van ilyen, hogy éjszakai gyakorlat. Tehát, hogyha a bioritmusod például az otthon létben nem teszi lehetővé a hajnali órás kelést, semmi baj. Vannak hmm. éjszakai meditációs gyakorlataink is. Értem. Tehát nem kell megerőszakolnom a... azt, hogy én ilyen típusú ember vagyok, amióta ismerem magam. Minden típus használhatja a ent. Köszönöm szépen. Szívese. Én distancíroznék egy három lépést, és egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye úgy tűnik, hogy az emberi faj fennmaradásának az volt a kulcsakorában, hogy, hogy a példányszámot növelte, és ugye a dns is ez lett beleprogramozva. Uh, hogy úgy tűnt, hogy ez a túlélésnek a záloga. Na most, ez most éppen ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy ez egyben a, a, a halálunk is lesz. Szóval, de ugye bennünk van ez a program. Tehát, hogy mi a, mi a zen válasza erre, hogy hogyan tudnánk meghaladni ezt, ha ez egyáltalán lehetséges, vagy csak még most így becsapódás előtt vagyunk fél méterrel, de hát erről fogalmunk sincs a tudatosság felül tudja írni a programot, hogyha a tudatot tükre mindig nagyobb, mint az a karma, ami éppen előtte van, akkor van választási lehetőséged. Hogyha ráfeszülünk a problémára, és nem látunk túl a saját árnyékunkon, akkor azt hisszük, hogy programozottak vagyunk, és azt hisszük, hogy végzetünk és sorsunk van. Ez nem így van, csak nem álltál meg, és nem tágítottad ki a tudat lehetőségeit odáig, hogy másképp is dönthess. Ami pedig a becsapódás előtti időszakot illeti, szerintem az elkövetkezendő 10-20-30 évben azért fokozatos az időmegjelölés, mert eltérő erővel fog érvényesülni az az okozatiság, amit az ember úgy belátható múltban kezdett el társadalmi, klimatikus, erőforrás, egyebek, minden, amit az elmúlt 70, 150, 300 évben csináltunk, az, az elkövetkezendő időszakban nagyon erősen fog érvényesülni, mert minden jel erre mutat, minden görbe ez irányba terjed. És azt hiszem, hogy az a minőség emelkedés, amely itt a megoldás lehet, mindegyikünk lehetőségei közé tartozik. Senki nincs arra ítélve, hogy bután, vakon, korlátoltan, csak az úgynevezett sorsát követve elpusztuljon, vagy nagyon rossz létállapotokat éljen meg. Lehetőségeink közé tartozik az, hogy átlássuk a problémát, megtaláljuk a megoldást, és el is érjük ezt a megoldást. Úgyhogy az ok és okozat törvénye világos, de az is, hogy tudatunkkal teremtjük. Ezt a világegyetemet. A kettő együtt működik. És én kívánom azt, hogy mindannyian ébredjünk rá a legmélyebb lehetőségeinkre, azért, hogy a legmagasabb minőséget érjük el. A karma törvénye világos. Ha van ok, van okozat is. A felébredettségünk mértékében tudjuk teremteni az okokat, és felhasználni az okozatokat. Úgyhogy kívánom azt, hogy mindannyian gyakoroljunk, mindannyian a felébredettség felé menjünk, és akkor helyesen döntünk, segítünk ezen a világon, önmagunkon, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!